hogy itt a babaszobák is eredetiek, tehát itt látunk olyan igazán kifejezetten Türingiában, Németországban készült játék együtteseket, amelyeket akár így lehetett egyben megvásárolni. Nagy Veronika mesél a Hetet-Hét Játékmúzeum baba gyűjteményéről, amely Moskovszky Évának és Auer Erzsébetnek köszönhető. Az 1998-ban létrejött babaház volt ugyanis a 2002-ben megnyílt Hetet-Hét Játékmúzeum alapja. A 19. századi polgári játékgyűjteménynek 10 éve már a múzeum és a Hímer házad otthont. Nagyjából 5000 darab tárgy alkotja. A különlegessége és érdekessége az, hogy babaszobákban vannak rendezve ezek a tárgyak. Nagyon nehéz lenne az 5000 darabból kiemelni akár csak néhányat is, amelyek a legkülönlegesebbek a gyűjteményben. Azt gondolom, hogy itt pont annak a jelentősége, hogy ahogyan a gyűjtők játszottak, ahogyan ők elrendezték, ahogyan jónak gondolták, ahogyan visszavágytak abba a 19. század végi polgári világba, amit próbáltak leképezni ezeken a tárgyakon keresztül. A Hetet-Hét Játékmúzeumban két állandó kiállítást tekinthetnek meg a látogatók, az egyik a Moskovszky gyűjtemény, a másik Réber László grafikai hagyatéka. A múzeumnak évente 18 ezer látogatója van, a legtöbben a Hetet-Hét Játékfesztiválon vesznek részt az intézmény programjain. Utcára visszük a múzeum pedagógiát, a foglalkozásokat, amelyeket mi itt tartunk egyébként egész évben folyamatosan a múzeum falai között. Ezt ilyenkor felnagyítjuk, azt is mondhatnám, hogy ezeket a kis babaszobákat, ezeket a kis baba családokat nagyítjuk fel és éltetjük, és így jön létre a hét próba, amin a gyerekek ugye részt vesznek, állomásról állomásra járnak, és valamilyen küldetést, valamilyen problémát segítenek megoldani a mi kis babalakóinknak. Ez idén is így lesz, most a család lesz a középpontban, de persze a hét próba mellett lesznek színpadi programok, és lesznek olyan játékelemek is, amelyeket szabadon használhatnak a gyerekek. A muzeológus hozzátette, a hétpróba mellett lesznek színpadi programok és olyan játékelemek is, amelyeket szabadon használhatnak a gyermekek. A Hetet-Hét Játékfesztivál két év kihagyás után szombaton és vasárnap várja a kicsiket és nagyokat a belvárosban.